Becsei János és Vereckei Zsolt érkeznek a Bugádba. A többszörös paralimpiai bajnokok több száz diák előtt tartottak előadást délelőtt, szenvedélyükről a parasportról. Egy rövid felvezetőt követően a fiatalok bármiről kérdezhették a paralimpikonokat. A legtöbb kérdés az mindig a paralimpiával kapcsolatos, a paralimpiai faluval, maga a versenyre való felkészülés, hogy mennyi edzés kell ahhoz, hogy valaki mondjuk kijusson egy paralimpiára, és akkor ott ezt elmeséljük, hogy a között nincsen különbség, tehát ugyanannyit kell edzeni, mint ahogy az épp társaink is edzenek. 2017 óta minden évben február 22-én ünnepeljük a Parasport napját. A dátum választása szimbolikus, hiszen ezen a napon 1970-ben alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér sportklubja, a mozgásjavító intézmény falai között. A Bugádban egy egész hetet szenteltek az idei 5. évfordulón a parasportnak. Ennek keretében érkeztek a sportolók az iskolába. Ez nagy megtiszteltetés, tényleg népszerűsíteni szeretnénk a parasportot. Megtiszteltetés számomra, hogy Becsei János kétszeres paralimpiai bajnok úszóval ide eljöhettünk Székesfehérvárra, és a gyerekekről mesélhetünk magunkról, fogyatékos emberekről, és hogy éljük a napjainkat, meg hát a sportról. Ezek a felvételek pedig még a hét elején készültek az Ocskai Gábor jégcsarnokban. Itt mindenféle jeges parasporttal ismerkedhettek a bugátosok a tematikus hét kezdetén, de az intézményen belül is igyekeztek minél több speciális mozgásformával megismertetni a fiatalokat az érzékenyítés jegyében. Csörgőlabda, vakfutás és ülőröplabda csak néhány azok közül a parasportok közül, melyeket kipróbálhattak a bugátosok a héten. Én úgy gondolom, hogy ennek az egésznek a célja ugye a tanulók érzékenyítése, és ez az elmúlt 3 évben számunkra eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes az, amit csinálunk, folytatni tovább, mert olyan visszajelzések érkeznek a tanulóktól, ami a mindennapi életben is, hogy ők mennyire máshogy látják ezeket az embereket, mennyire megbecsülik őket, mennyire kicsi az ő problémájuk az övékhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy a szemléletüket nagyon sok mindenben tudjuk változtatni. A Parasport hét keretében egyébként a különböző mozgásformák mellett a művészet eszközeivel is próbálnak érzékenyíteni az iskolában. Kedden például a lábbal festést próbálhatták ki a bugátosok.